víz vagy jégréteg volt az atmoszféra felett. Most nincs ott, mert az özönvízkor leesett a földre. De Ézsajás azt mondja, hogy az Úr a föld pereme fölött trónol. Érdekes. 3000 évvel ezelőtt a Biblia azt mondja, hogy a föld gömbölyű. A keresztények sose hitték, hogy lapos a föld. A pogányok igen. Így folytatja, az eget kifeszíti. A Bibliában 17-szer szerepel, hogy kifeszíti az egeket. Lehet, hogy a csillagászatban azért van a vörös fényeldolódás. Az emberek ezt mondják, hogyan jut el a csillagoktól a fény idáig? Várj, pont fordítva van. Isten először a földet teremtette, s aztán a csillagokat. Szóval a kérdés igazából az, hogy hogyan jutottak a csillagok innen oda, nem pedig, hogy hogyan jut a fény onnan ide. De ő kifeszítette az egeket. Érdekes. Napjaink légkörének 6 rétege van. Troposzféra, stratoszféra, mezoszféra, termoszféra, exoszféra és ionoszféra. De régebben volt egy 7. réteg is. Egy víz vagy jégréteg helyezkedett el az atmoszféra felett. Most már nincs ott. Csak mint elmélet beszélhetünk róla. Ez a mennyezet elmélet, miszerint az atmoszféra felett víz vagy jégréteg, valószínűleg inkább jégréteg volt. Úgy gondolom, hogy úgy 25-50 cm vastagságú, rendkívül hideg jég, melyet a mágneses mező tartott fenn. Biztosan tudjátok, hogy egyik mágnes képes egy másik mágnes felett lebegni. Tehát lehetséges, hogy volt egy jégréteg a föld körül, amit a mágneses erő tartott ott. Ez a jég valószínű, hogy kiszűrte az UV-sugárzás egy részét és megnövelte a légnyomást. Ma a jégréteg kb. 160 km vastag, valószínű, hogy akkor 15-30 km-rel összép zsugorodott, és megkétszerezte a légnyomást a föld felszínén. Apropó, a legutóbb láttam, amint egy űrhajó nagy mennyiségű kibocsátott melléktermékéből jégfelhők keletkeztek, melyek a föld északi és déli sarkára vándoroltak, és befették az északi sarkot 24 km magasan. Lehet, hogy ennek is a mágneses mezőköz van köze. Itt van róla egy cikk. Józsefusz azt írja a könyvében, hogy a zsidók hite szerint Isten a földet a második napon teremtette, és egy kristályboltozatot tett köré. Kristályboltozatot. Valószínűleg rendkívül hideg jeget. Nem csak a föld körül volt víz, hanem a föld kérgében is. A 24. Zsoltárban az áll, hogy az Úré a föld. Ő vetette meg alapját a tengereken, és ő rögzítette a folyókon. Tudjátok, a mostani óceánokban lévő víz régen a föld kérgében volt. A 136. Zsoltár szerint a földet a víz fölé terítette. Nem úgy volt, mint most. Úgy gondolom, hogy az eredeti teremtéskor vízréteg volt legfelül, valószínű 25-50 cm vastag jég formájában, és aztán lélegezhető levegő, kb. 20 km vastagon, a kérgen kő és föld, ahogyan most is, ám a kéregben víz volt. Ez a víz tört felszínre, amikor a mélység forrásai megnyíltak. Még mindig sok víz található a föld kérgében, különben nem lehetnének az óceánok alján rések, ahonnan forró víz tör fel. Vajon honnan származik a forró víz, amely az óceánok aljából tör elő? Mélyebbről, mint az alja, nem? Még mindig hatalmas rések vannak az óceánok alján. Szerintem még fog feljönni onnan víz, no de erről majd bővebben a hidroplán elméletben lesz szó. Úgy gondolom, hogy a föld kérgén még mindig vannak olyan repedések, melyek az özönvízkor nyíltak fel. Éveken át tanítottam természettudományból, hogy a lemezek mellett hasadás jött létre, ilyen például a Szent Andrásárok. Kétségtelen, hogy repedések vannak a földkéregben, és amikor a földlemezek megmozdulnak, azt földrengésnek hívjuk. A tenger alatti mozgás cunamit idéz elő. Tehát a földkérgén repedések vannak, és a földlemezek még mindig mozognak. A kérdés csupán az, hogy mindez mikor kezdődött. Nos, az evolúció szerint ez több millió éven át tartott, ám a teremtés elmélet szerint ez a katasztrófa valószínűleg az özönvízkor történt, amikor a mélység forrásai felfakadtak, s ezek okozták a törésvonalakat. Akkor a víz elárasztotta felszínt, s a mai napig itt van. Egyszer egy ateistával vitáztam az özönvízről, aki megkérdezte. És hova indul? Hová tűnt utána az a sok víz? Még mindig itt van, válaszoltam. Az óceánok hatalmasak. Ha a föld felszínét kiegyenesítenénk, 2,5 kilométer magasan ellepne az óceánok vize mindent. Volt, hogy Ausztráliából repültem haza a csendes óceán felett, és mondtam is a kollégámnak, ez az óceán valami elképesztően nagy. Ja, és ez még csak a teteje, válaszolta. Micsoda gondolat. Az, hogy az óceán alján lévő repedésekből még mindig forró víz tör elő, bizonyítja, hogy még mindig van víz a föld kérgében. A teremtéskori vízburok, ami körülvette a földet, olyanná tette azt, mint egy nagy üvegház. Hányan tudjátok, hogy mi az az üvegház? Nagy üvegfalai vannak, az alján növények.
A tudósok most is sok vizet találnak az űrben a csillagok között. Sok víz van az űrben. Érdekes, erről majd később. Itt van egy új elmélet. Lehet, hogy oxigén hiány miatt pusztultak ki a dinoszauruszok. Oxigén hiány. Vajon miért állítják ezt? 1993-ban egy szimpóziumon egy csomó tudós összejött, hogy tanulmányozzák az apatoszauruszokat. Gondban vagyunk, mondták, mert egy 24 méter hosszú állatnak akkora orrjukai voltak, mint egy lónak. Hogyan kaphat egy 24 méteres állat elég levegőt akkora orrjukakon át, mint ami egy lónak van? Mikor erőlködve beszívta a levegőt, a beáramló levegő surlódásától akár meg is gyulladhatott volna. Nem kaphatott levegőt. Ám biztos, hogy mégiscsak lélegzett, mert a dinoszauruszok csontjai fellelhetőek az egész földön. Még a déli sarkon és Alaszkában is, azaz mindenütt volt belőlük. Akkor hogy juthatott egy 24 méteres állat elég levegőhöz? Nos, napjainkban valószínűleg ez nem menne neki, legalábbis nem a 24 méteres nagysághoz. Ám úgy hiszem, hogy az özönvíz előtt a víz-jégburok miatt a Földön nagyobb volt a légnyomás. Ezen felül több volt a levegőben az oxigén. Amikor belefúrnak egy borostyánkőbe, hányan látták az itt lévők közül a Jurassic Parkot? Néha a borostyánkőben, ami megkövesedett fanedv, levegő buborékot találnak. Az analízis kimutatta, hogy a levegőben akkoriban 50%-kal több volt az oxigén, mint napjainkban. Ma a levegőnek 21%-a oxigén, a légbuborékokban pedig 32% az oxigén. Tudjátok, ha egy olyan világban élhetnénk, ahol a légnyomás a duplája lenne a mostaninak, és több lenne benne az oxigén, akkor csak a légzés maga élményt jelentene. Ádám így csinálhatott. Hú, ez jó volt, Éva, csináljuk megint. A múltban több oxigén volt a levegőben, mint most. Nektek, gyerekek, azt fogják tanítani a tankönyvekben, hogy a Földön nem volt oxigén, amikor az első életformák kialakultak, és csökkenő légkörről beszélnek. De ez nem igaz. És erről szó lesz a negyedik videóban. Az élet nem kezdődhetett oxigén nélkül. Ám ha megduplázzuk a légnyomást és megnöveljük a levegő oxigén tartalmát, nem csak a hemoglobin vesz fel oxigént, hanem a vérplazma is megtelik oxigénnel, ami azt jelenti, hogy több száz kilométert lehet futni anélkül, hogy elfáradna az ember. Ádámnak és Évának nem volt autójuk. Gyalog elfutottak nagymamáikhoz, csak hogy nekik nem volt nagymamájuk, anyósuk sem. Ezért volt a paradicsom. Feleségemnek ellenben nagyszerű anyósa van. De azt hiszem, hogy az özönvíz előtt egészen másmilyen volt a világ. Több volt az oxigén, a sebek sokkal gyorsabban begyógyultak. Hányan emlékeznek a kicsi Jessica-ra, aki Texasban beleesett egy kútba? A bal lába becsúszott a csőbe, a jobb lába a teste mögött kifordult, s úgy csúszott le egy 20 cm-es csőben. 6 méter mélyre esett, s ott volt beszorulva 2,5 napot. Az egész szomszédság próbálkozott azzal, hogy kiszedjék onnan, s a hírekben is 15 percenként bemondták, hogy a kicsi Jessica még mindig életben van. Amikor végül sikerült kiszedniük a kútból a kislányt, a gyermek testének nagy része már elfeketedett a vérkeringés hiánya miatt. A jobb lába teljesen fekete volt, mert kicsavarodva hátulról a fejéhez szorult. Az egyik orvos szerint azonnal le kellett volna vágni a lábát. Egy másik ellenben azt mondta, hé, mielőtt megtennénk, miért nem tesszük be egy magas nyomású oxigénkamrába? Micsoda? Magas nyomású oxigén. Tehát betették Jessica-t egy ilyen kamrába, feltöltötték tiszta oxigénnel, és a nyomást duplájára emelték benne. Pár órán belül a lába visszanyerte rózsaszín színét. Helyreállt a vérkeringése. Megmentették a lábát, bár az egyik lábujjának felét nem tudták megmenteni, azt amputálni kellett. Apropó, tudjátok, hogy hívják a röntgen orvost? Dr. Ultra Viola. Csak nehogy elfeledjétek. Van egy ilyen kamra a floridai Pensacolában, mert vagy 30 embert kezelnek a baleseti osztályon. Sok kórházban van ilyen magas nyomású kamra. A tietekben is van? Igen? Hány ember fér bele? Egy, kettő, három? Egy ember? Jó. Németországban az agyvérzést kezelik a magas nyomású oxigénnel, és hihetetlen javulást érnek el vele. Angliában a sokizületi gyulladást kezelik vele, mindenféle betegséget kezelnek vele. Indiában a leprát, hihetetlenül eredményesen. Emitt egy gyermeket szélütéssel kezelnek magas nyomású oxigénnel. Az orvosok rájöttek, hogy ha operációs altatás közben több oxigént adnak a betegnek, akkor fele annyian kapnak fertőzést, és fele annyian émelyegnek utána. Csak úgy, hogy az alvó betegnek több oxigént adnak.
Érdekes. Van egy kamra New Yorkban, ahol autizmust kezelnek a magas nyomású oxigénnel. Egy cikk szerint a magas nyomású terápia használata egyre nagyobb teret hódít a gyógyításban. Emitt egy egyszemélyes kamra látható. Tudtátok, hogy sportklubok is használják a magas nyomású kamrákat? Vajon miért van rá szükségük? Hát azért, mert a segítségével a sérült játékosok kétszer olyan gyorsan felgyógyulnak. Tudjátok, ha már egyszer $1000 bérért játszik percenként, akkor mindenkinek az az érdeke, hogy az alatt az idő alatt tudjon játszani. És hogy megkapja azt az $1000, vagy mennyit percenként. Valamilyen Zekről a delfinektől írják. A szezon alatt hetente úgy háromszor Zek kb. Egy órát tartózkodik a magas nyomású kamrában. Egy szintiszta oxigénnel megtöltött zsákban, ami elősegíti a test gyógyulását. Jól és erősnek érzi magát tőle az ember. Ha akarod, vehetsz egy magas nyomású hálózsákot. Egy oregoni barátomnak van saját magas nyomású kamrája. Itt a fiam látható, a felesége és én, miközben oxigént fogyasztunk egy bárban, Alaszkában. Nem alkoholt, azt életemben nem ittam. Vacsorára tiszta oxigént lélegzel be. Kifizetsz 5 dobozzal, és tiszta oxigént vacsorázol. És amikor elfogyott, megint újra szeretnél belőle. Ez egy összeesküvés, mondhatom, csak hogy minél több pénzt húzzanak ki belőled. De jól érzed magad. Oregoni barátomnak van egy magas nyomású kamrája. Mikor nála voltam, felajánlott, hogy próbáljam ki. Miért ne? Mondtam. Miután bemásztam, egy könyvet nyomott a kezembe, és beállított a háromszoros nyomásra. Volt egy mérőszerkezete, amely azt mutatta, mintha lemerültem volna 27 méteres mélységbe. Nem merültem sehová, csak az érzés volt olyan. Mondta, hogy majd egy óra múlva kienged. Tehát ott olvasgattam, szintiszta oxigént lélegezve a normál légnyomás háromszorosában. Mikor kiengedett, megkérdezte, hogy érzem magam. Kedvem lenne körbe rohanni a világot, válaszoltam. Hihetetlen érzés. Nos, az idősebbek közül hányan emlékeznek arra, hogy amikor még csak tervezted, már futottál is. Tudjátok, miről beszélek. Most inkább a délutáni szúnyókálást várjuk izgalommal. Az özönvíz előtti időben, amikor több oxigén volt a levegőben, és majdnem kétszerese volt a légnyomás, az emberek állandóan tele voltak energiával. Egy illető Japánban nyomás alatt lévő széndioxid segítségével növesztette a paradicsompalántákat. A palántája az átlagosnál gyorsabban nőtt. 2 éves korában 4,9 méter magas volt, és 900 paradicsomot termett. Elszállították egy bevásárlóközpontba, és az ágait állványzattal támasztották alá. Azt mondták róla, hogy akár 10 000 paradicsom is teremhet rajta. És ez csak egy paradicsom növény. Végül is 12 méter magasra nőtt, és 15 000 paradicsom termett ezen az egy növényen. Cseresznye paradicsom volt, ám a paradicsomok baseball labda nagyságúra nőttek. Egy illető elkezdett gondolkozni azon, hogy a madarak miért kezdenek el csiripelni egy órával napkelte előtt. Rájött, hogy a madárcsicsergés olyan frekvenciájú, ami megnyitja a stomát a levelek sejtjein. Nagyító alatt egy levélen láthatóak azok a kis lyukak, melyek csak a széndioxid hatására nyílnak ki. Azaz, a csicsergés felébreszti reggel a leveleket. Rájött, hogy ez a frekvencia gyakran előfordul a komoly zenében. Így elkezdett Beethovent, Bachot és Chopint játszani a kukoricáinak. A szomszédai kezdték azt gondolni, hogy egy kerékkel kevesebb van neki, hogy nincs ki a 4 kereke, szóval azt gondolták, hogy bolond, amíg meg nem látták, hogy a növények 4,95 méter magasra nőttek. Játszott a zenét a tököknek, mire azok levelenként 5 tököt hoztak egy helyet. Zenélt a fekete diófának, mire az dupla olyan tempóban nőtt. A krumpliai az átlagosnál 2-3-szor nagyobbakra nőttek, a sárga dinnyék focilabda nagyságúra. Hangvirágzásnak nevezte el a jelen. Van egy jó magazin, a Teremtés képekben. 2 teremtés magazin van, a rendszeres teremtés és a Teremtés képekben, melyeket meg lehet rendelni a honlapomon. Csak rá kell kattintani, és küldök egy ingyenes példányt kipróbálásra. $20 az éves előfizetés. Ám ha rámész a drdino.com-ra és rákattintasz, egy ingyenes példányt küldök, amiben van egy cikk erről a hangvirágzásról. Igazán érdekes. Vitatkoztam Eugenia Scott-tal, aki a Kaliforniai Országos Természettudományos Oktatási Központ igazgatója. Az országos központ egy apró kis épületben működik 5 emberrel. Szóval vitáztam Eugenia Scott-tal, aki ezt mondta. Dr. Hovind, 80 különálló réteg kőszén van Középnyugaton. Igaza van. Így folytatta. Ha figyelembe veszi a világ teljes kőszén készletét, a mai világ teljes növényvilága nem lenne elég ahhoz, hogy ilyen sok fosszilis energiahordozóvá alakuljon át. És megint igaza van.
Olyan sok kőszén van a világon, hogyha vennénk minden fát, füvet és bokrot és...